Itt Páfi László és Horányi Eszter kolléganőnek a beszélgetését hallhatták, mi pedig most folytassuk is a délelőttet, méghozzá Molnár Renátával, a Corvée egészségprogram és módszer alapítójával. Isten hozta, szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt a kedves hallgatóknak! Hát nehéz élethelyzetek, leromlott egészségi állapot, kiégés, ugye ez a burnout szindróma, ezek ugye sok olyan kifejezés, amit hát mostanában szerintem minden. Legutóbb a Guardianben olvastam egyébként, érdekes cikk volt a munkahely és a burnout kapcsán. Azért ez egy olyan probléma, amivel azt gondolom, hogy a magyar férfiak, nők, különösen azok, akik munkát végeznek minden egyes nap, de tanulók is ugyanígy, egyetemen, iskolában, középiskolában is egyébként azt gondolom, már felütötte a fejét. Ez egy komoly, hát nagy társadalmi tünet, mondhatni. Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy én ugye alapvetően a megelőzésnek vagyok a hírvivője, tehát inkább előzzük meg ezeket a tüneteket, és alapvetően ez a Corvée módszertan is erre épül. És ugye különböző generációkat szólítok meg, jelenleg most főleg a felnőtt generációt, és a populációt nézve a nőknek tartok sokkal több ilyen jellegű egészségtréningeket, amelyben ugye az a fő célom, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amely a mindennapi küzdelemnek vagy kihívásnak tudna egy olyan utat mutatni, amivel sok oldalon tudom az ő egészségüket támogatni. Azt gondolom, hogy sokan úgy elveszítjük az egyensúlyt, hogy akkor ugye mi kell az én belső békém, ez a belső hát egyensúlyomhoz, hát akkor az imádság. Akkor ott most valami más hiányzik, az a mozgás hiányzik, akkor lehet, hogy a mozgás az, amit túltolok. Hogy itt nehéz olyan sokszor ennek a háromnak, a testélek, szellemnek a hármasságát, vagy sport, lélek, élet hármasságát megtalálni. Igen, pontosan ez a mottója ennek az egészségprogramnak, ez a sport, lélek, élet. És ebben a sport egy picit új megvilágításba kerül, mint egy egészség mozgásformát tanítok, amiben többféle mozgásforma tartozik bele, és ennek a tulajdonképpen az egysége a lelki tartalommal és a mentális tartalommal egybe szőve tud segíteni ugye a mindennapi kihívásokba az emberek számára. Tehát ez nem valamiféle verseny szellemben jövünk össze, hanem pontosan az, hogy egy kicsit kilépjünk ezekből a munkahelyi stressz helyzetekből, akár most ugye beszélhetünk azokról a kihívásokról, hogy ugye itt volt a pandémia, vagy itt van velünk még ugyanúgy, vagy akár a háborús helyzet. Tehát ezek mind-mind olyan szegmensek, amiben meg kell találjuk azokat a forrásokat, vagy keresnünk kell, ami segíteni tud minket egy picit megélni a hétköznapoknak a kihívásait. És akkor megelőzni ezt magát a kiégéstől is. Mindig is érdekelt, hogy vajon a sport az lehet-e imádság? Mert ha itt a nagybőjt kapcsán sokakkal beszélgetek, hogy na, ők mit ajánlanak fel, mi az ő nagybőjti gyakorlatok, és sokan mondják, hogy hát én elmegyek futni, és hogy felajánlom valakiért. Vagy hogy futás közben rózsafűzért imádkoznak. Vajon lehet maga a sport is egyébként egyfajta imádság? Hát, hogyha a sportnak olyan belső tartalommal társítjuk, nekem az a tapasztalatom, hogy igen, hiszen ezt is tanítom. Tehát ennek az egészségprogramnak, amit kidolgoztam, aminek ezt a Corvée nevet adtam, ami a szív útját jeleníti meg, alapvetően ugye van egy egészségsport része, és én magam is ugye futóként kezdtem, és a futásnál a mozgás és az imádság ugye az életem része volt. Tulajdonképpen ebből is született meg ez a sport és mozgás lelkiség misszióm, és pontosan abban segítek a hozzám fordulóknak, hogy megtaláljuk azt a közös ritmust az Úrral,
és ráhangolódjunk, amiben tulajdonképpen el tudunk ebben az erőforrásban merülni. És itt pontosan arról szól ennek a mozgás és imádságnak a kapcsolata, hogy nagyon-nagyon sokféle módon tudunk az Isten felé fordulni. És ebben a csendes jelenlétben, amit ugye tanítok, ebben a belső imádságban, Jézussal való együtt járásban, hogy egy picit kapcsoljunk ki a hétköznapi mókuskerékből, és hangolódjunk rá ezekre a felső erőforrásainkra. Ugye van itt tulajdonképpen 7 plusz egy, illetve ha jól tudom, akkor van itt 10 egyfajta alapgondolat, amire maga az egész Corvey egészségprogram módszer alapszik. Mely ez a 10 alapgondolat? Nem is az alapgondolat a lényeg, hanem inkább az, hogy ennek van egy 4 az 1-ben egy olyan szellemisége, ami mind a testi, mind a lelki, a mentális és a szociális egészséget egy programként kezeli. És ugye erre épült rá pontosan erre az eszmeiségre is, hogy mozgás is legyen benne, lelki egészséget segítő lépés. És ugye ezeknek kerestem meg azokat a forrásait, azokat a gyakorlatait állítottam össze, így 4 az 1-ben, amiknek a gyakorlatsorai által fel tudunk töltődni. Vagy jobban tudjuk akár a kapcsolatainkat, legyen az, hogy konfliktuskezelés, vagy akár a táplálkozás, vagy a mozgás, vagy akár az időmenedzsmentnek a mindennapi életünkre gyakorolt hatása. Tehát, hogy ezek mentén épült fel 77 olyan 4 az 1-ben gyakorlat, ami segíteni tud. Ugye itt rengeteg részvevő, itt az imént számomra még az adás előtt, hogy hát 7500-an vagy 7000 környékén... 7001 részvevő már volt. A teljes egészség programon, igen, és abból egy olyan 1600 körül volt az, aki részt vett a mozgás és ennek az imádság és a spirituális programján. Tehát úgy tűnik, hogy azért valóban van erre igény, hogy ne csak külön-külön foglalkozunk a testtel, külön az imádsággal, hanem valahogy ezeket akkor úgy összekombinálni, vagy egy egységként tekinteni rájuk. Teljesen, tehát ez egy holisztikus szemléletet képvisel, és akkor, amikor ezek az oktató programok, vagy akár lelki gyakorlatok, vagy kurzusokra lehet jelentkezni, vagy jönnek a résztvevők, akkor ez egy nagyon fontos szempont elsőre, hogy kapjon az emberről magáról egy olyan összképet, hiszen ugye ez a 7 plusz 1 oldalról közelítem meg az egészséget, vagy annak a felépítését, hogy amiben segíti őt, hogy akár könnyebben tudja kezelni a mondjuk egy lelki problémáját, vagy akár a kapcsolati rendszerét, vagy akár az Isten felé fordulásának adjunk egy olyan teret, amiben a személyes Isten kapcsolatra hangulódunk rá, így közösen, illetve hát egyénileg természetesen. Hát igen, azt gondolom, hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy de szükségünk lenne ezekre egy kicsit talán nagyobb energiát szentelni. Megemlítette a lelki gyakorlatok, illetve a kurzusokat is. Jön az a Jézus gyaloglás lelki gyakorlat. Ez minden évben többször is megrendezésre kerül? Igen, ezt gyakorlatilag 2011 óta viszem, így országszerte, és ennek a missziónak pontosan ez a mozgás és az imádság kapcsolatát segítő olyan elmélyülési lépéseket teszünk, ami akár ugye volt már Dobogókön, akkor volt Homokkomáromba, Mária Besnyön, Tahiba, a szív-lelkiségi központba, és idén pedig új helyszínekre is vittem ezt a missziót, és
ehhez kapcsolódtak ugye különböző akár rendekből is, akiket ugye ez ezzel ugye egyetértenek ezzel a lelkiségi gondolattal, és ami ugye nagyon közel áll az én szívemhez, és tulajdonképpen ez a mozgás imádságnak a kapcsolatának a hát így országszerte missziós keretekbe való eljuttatása, az tulajdonképpen egy családi szálhoz kötődik, hiszen a szépapám az én születésem előtt 100 éve volt egy nagy víziója, egy nagy álma, és egy olyan magyar tettet hajtott végre, ami azt hiszem, hogy a világon egyedülállónak számít, hiszen Bajáról gyalogosan egy 180 cm-es keresztet ácsolt, és ez olyan 50-60 kiló lehetett a leírás szerint. 50-60 kiló zarándokolt. Igen. És hátizsákot bele sem számít, feltételezem. Semmit nem vitt magával. Semmit nem vitt magával. Kiment a kertjébe, és ácsolt két botból, két fából egy keresztet, a vállára vette, és gyalogosan felment Jeruzsálembe ezzel az embernagyságú kereszttel, ugye 180 centi kereszttel, és nem vitt semmit magával. És ugye ez egy felajánlás volt Magyarország megújulásáért. És ugye végigjárta Jézus útját, és ugye az olajfák hegyénél, ugye a mozgás is az imádságnak, ahova Jézus is rendszeresen elvonult csendben, ott a ferences testvérek 1868-ban befogadták ezt a nagy keresztet, és ott lerakta a Getsemáni barlangba, és ugye ott van ez a magyar kereszt, illetve ennek a keresztnek a másik keresztje, ez azért mondom, mert 1956-ban ez a kereszt eltűnt. És onnan a Jeruzsálemből eltűnt. Jeruzsálemből, igen, volt egy átépítés, és akkor a Getsemáni barlangba meg volt egy árvíz, és akkor eltűnt ez a kereszt, és 1996-ban a rokonom, Mérő Éva kivitt egy másik keresztet. Ugyanígy gyalogosan. Nem gyalogosan, hanem egy olyan ökumenikus összefogás történt, ahol 33-an mentek ki, és vitték ki ezt a keresztet, és helyezték újra ennek a másolatát a Getsemáni barlangba, és tulajdonképpen ezzel is az egység, a szeretet, a magyarság megújulását hirdetve helyezték el ott. Akkor és van ott ma mai napig is. Akkor tulajdonképpen a Corvée is szeretné ezt, hogy a magyarság megújuljon testben, szellemben, lélekben. Akkor ez ennek az együttesét ugyanígy. Igen. Lesz itt egy koncert, nem is annyira sok, április 27-én Galai Attila hangversenye. Mit kell tudnunk erről a koncertről? Ez egy nagyon különös találkozás volt. Én ugye kutattam a családom története, történelme útvel kapcsolatban, és valahogy írásos forrásokat találtam avval kapcsolatban, hogy Galai Attila zeneszerző, klarinétművész az unoka testvéremnek a Zarándok balladája című versét megzenésítette, és ennek a keretében ő volt az, aki Galai Attila azt mondta, hogy Mérő József keresztje kapcsán József áriáját írta meg, és ezzel a kereszthordozással, és Bátki Fazekas Zoltán lesz az előadója, és nagyon sok költő, színész is kapcsolódott ehhez a programhoz, és ennek lesz a szerzői estje. Hüvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművésszel együtt április 27-én, és az ELTE
Kodály termében lesz megrendezve. És akkor ez is ugyanígy a Corvée szervezésében tulajdonképpen? Hát Corvée egészségprogram eszmeiségének lett felajánlva, ezt Galai Attila, illetve hát az ott szereplő színészek és zenészek közös összefogásával fog együtt megtörténni. Hát akkor a kedves nézőink figyelmébe, és akkor szeretettel ajánljuk, hogy akkor április 27-én szerdán 18 órakor akkor Galai Attila szerzői hangversenye. Nagyon szépen köszönöm. Molnár Renát, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a meghívást.